Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, egy havi jóslás, mégpedig december hónapra a rák jegyében születetteknél. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy jóslást, mint például ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint. Amit még megemlítenék, hogy készítek videókat, mégpedig arról, hogy mi várható a következő napon. A háttér az asztrológia. Én belepillantok a napi horoszkópokba, és ha látom azt, hogy van egy fontos esemény, akkor erről készítek egy videót. Lehet, hogy nem jelenik meg naponta, csupán akkor, amikor tényleg fontos dolgok történnek az életünkben, és szerintem ezek a videók nagyon hasznosak számotokra is, mert egy nappal előtte beszámolok arról, hogy mi vár rátok, illetve ránk a következő napon. Akkor tudjátok azt, hogy mit hogyan kellene tenni, milyen befolyások vannak, melyik nap előnyös például egy találkozásra, vagy beszélgetésekre, vagy szerződésekre, és melyik nap előnytelen. Akkor tudjuk, hogy mi történik. Tehát ajánlanám ezeket a videókat, ez megjelenik kozmikus üzenetek néven. Tehát így találjátok majd meg, vagy az én oldalamon, a csatornámon. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. Itt a fejed fölött lévő kártyák utalnak a te gondolataidra. Itt szerelemről és erről a férfiről van szó. A könyvek jelenthetik az ő tudását, de jelentik a zárkózottságát is. Ez lezárul, ez elmúlik. Ami még foglalkoztat téged a gondolataidban, az az otthonod vagy a család, itt lehet egy örökösödési ügy is, ahol még nehézségek vannak. Vagy a koporsó azt is jelentheti, hogy lezárja ezeket a köveket, ezeket a nehézségeket, az otthont, a családot illetően, és a szerelmi kapcsolatot illetően is. Itt kisüt a nap, megvilágít valamit, jelenti a vonzalmat kettőt között, és a jövőt mutatja ez a kártya, egészen más, mint itt. Itt még kövek vannak, és itt a virágok. A kövek jelentik a jelenlegi helyzetet, és a virágok a jövőt. Ez a férfi szimbolizálja a férfiakat, vagy a társadat, persze az is egy férfi, és látható az első sorban, a feje fölött nincsenek kártyák. Az jelenteni az ő gondolatai, de nem engedi meg, hogy mások bepillantsanak az ő gondolataiba, és itt a könyvek is azt jelentik, hogy nagyon-nagyon zárkózott. Lehet, hogy emiatt vannak itt a kövek, ami úgy még december elején a nehézségekre utal a szerelmet illetően, de ez elmúlik. Olyan hirtelen itt a kasza elvágja a köveket, elvágja ezt a csendes időszakot is, és akkor itt van a tisztaság, kisüt a nap, szerencse, itt a párkapcsolatot illetően. Ez a férfi egy vonalban van a házzal. Ez lehet az otthona, lehet egy ingatlan, lehet a családi ház vagy a rokonok, esetleg a szomszédok. Előfordulhat, hogy nála ebben a környezetben problémák vannak, itt vannak a kövek, ez lehet sajnos egy örökösödési ügy is. Ő egy vonalban van veled, tehát ez a párkapcsolat, ez megmarad, sőt, ami összeköt benneteket, ez a szív, tehát a szerelem.
Ez a férfi ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, a gyűrűk jelenthetnek kapcsolatokat, az vagy egy régi kapcsolat, vagy bizonyos kapcsolatok lezáródnak, és itt előre folyamodnak az események, tisztázódik valami. A gyűrű jelenthet bizonyos szerződéseket is. Ha te egy hölgy vagy, akkor egy vonalban vagy ezzel a szép úttal, ami jelenti a jövőt, ahol mindenki virágzik. Vele is egy vonalban vagy itt a szerelem, de kezdetben még vannak itt nehézségek. A kövek jelenthetik a félelmeket is, vagy az ő hideg, rideg tartását. Te ezekkel a kártyákkal is egy vonalban van, vagy vedd kezedbe ezt a kulcsot, légy magabiztos, legyen meg ez a kisugárzás, mert ez sikerekhez vezet. Bizonyos dolgok lezáródnak, hiszen ezzel a kulccsal le tudsz zárni valamit, vagy valamilyen kapcsolatokat. És egy időben kinyílik itt egy új ajtó a lehetőségek, ami szerencsét hoz, sikereket. A virágcsokor az lehet egy ajándék, vagy egy kellemes meglepetés, vagy egy kreatív tevékenység is. Itt vannak a szerződések és a pénz, ami útban van hozzád. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét, december hónapban itt látható. Megvan a kapcsolat köztetek, de ő még nagyon zárkózott. Van hirtelen lesz egy változás, amikor nem is számítasz rá. Lesz egy jó hír, vagy előnyös szerződések. Itt a pénz útban van hozzád. Itt vannak ugyan még problémák, lehet az anyagiakat illetően, vagy ez a kép jelenthet autót is, hogy az autóval vannak problémák, de ez elmúlik, hiszen a hegy alatt megjelennek az egerek, és úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek segítenek a nehézségeket, a problémákat eltávolítani. Második hét december hónapban itt látható. A családon belül vannak még problémák, itt vannak a kövek, de ez lezárul. Esetleg lehet egy örökösödési ügy nehézségekkel. De azért légy magabiztos, és légy óvatos, hiszen a háttérben megjelenik a ravasz róka, aki figyelget téged, aki irigy rád. Tehát itt vannak azért még hamisságok. A felhő jelenti azt, hogy emiatt valami átláthatatlan. A felhő jelenthet fél évet, és a koporsó a múltat. Gondolj vissza arra, mit, hogyan éltél át fél évvel ezelőtt, mert ez a hamisság, ez a helyzet, vagy ez a személy visszatérhet hozzád. De szerencsére az egerek segítenek ezt a kapcsolatot lezárni. Itt a medve jelentheti az erődet, de mivel az egerek ebből is el tudnak valamit távolítani, lehet, hogy úgy december közepe táján olyan fáradt és kimerült vagy. A medve jelentheti az apukádat vagy a főnöködet is, lehet, hogy ott is vannak még nehézségek, ami miatt valami átláthatatlannak tűnik számodra. Harmadik hét december hónapban itt látható. Itt kivirágzik valami, szerencsét van, a szerelmet illetően megvan ez a kisugárzás, tisztázódik valami, itt a csillagok szintén szerencsét hoznak. Vannak ugyan még korlátozások, de ez a torony lehet egy bírósági ügy, vagy egy hivatalos dolog is, ott szerencséd lesz. Megvannak a beszélgetések és a könnyűség. A hajó jelenti a reményt hozzá, vagy lehet egy külföldi kapcsolat. Utolsó hét, december hónapban itt látható.
Ha te egy hölgy vagy, te állsz itt a középpontban, lesz egy szerencsés fordulat a szerelmi élet területén és a munkahelyeden is. Ez a kereszt jelenti a hitedet, vagy egy spirituális területet, te fontos találkozásokat is, amikor a sors utatok kereszteződik, vagy lehetnek fontos döntések, hiszen ebbe az irányba tekintesz, elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Ez kihathat a munkádra is. Ebben az esetben a gyűrűk szerződéseket jelentenek, és a gyermekek utalhatnak ugyan a gyermekekre, és te szimbolizálnak egy új kezdetet, amit a kártyák még jelenthetnek, a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni, és a kígyó az lehet egy hölgy is, például a munkahelyen, vagy a főnök nőd, vagy egy kolléganő, és ez a hölgy segít neked. Itt lesz gyógyító erő, megtalálod a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderra!